Sziasztok, üdvőről a csatornámon! A mai videó ismét 2019 kedvences videó lesz, csak ezúttal smink termékeket fogok mutogatni, azokat a smink cuccokat, amiket a legtöbbet használtam a tavalyi év során. Igazából nem készítettem elő a termékeket, úgyhogy picit majd ilyen ad hoc lesz, de nem volt rá időm, és amit a legtöbbet használok, azok úgyis itt vannak az asztalomon előttem, a többi az el van sülyeztve a fiúk mélyén, úgyhogy nem is húzom tovább a szót, vágjunk bele! Szerintem úgy fogok haladni, ahogy sminkeléskor is haladok, úgyhogy az első az legyen egy primer. A tavalyi év során két primert használtam a legtöbbet, az egyik a NYX-nek az Angelville primere, a másik pedig a The Body Shop-nak az All-in-One Insta Blur primere. Mind a kettő szilikonos primer, tehát az a célja, hogy picit feltöltse a barázdákat, apró ráncokat, ilyesmi. Mind a kettőt szerettem nagyon, ez már kifogyóban van, ebben még van bőven, egyébként ezt akciósra vettem, szerintem árban túl nagy különbség nincs a kettő között, mind a kettő könnyen beszerezhető, ugye The Body Shop is a legtöbb plázában már van, és NYX-es üzlet is, úgyhogy ők voltak a kedvencek, túl sok minden nem tudok róluk elmondani, ezért csodát ne várjunk egy primertől, de adják azt, hogy hozzák azt, amit egy szilikonos primertől elvárunk, úgyhogy ők voltak a kedvencek tavaly. Alapozó. Na most alapozónak, amit a legtöbbet használtam, az a Catrice HD Liquid Coverage alapozója. Valószínűleg azért, mert ez egy nagyon olcsó alapozó, nagyon könnyen beszerezhető, és napi használatra nekem tökéletes volt. Amit az év közepe fele fedeztem fel, és először nem tetszett, de aztán nagyon megszerettem, az a L'Oréal Infallible 24 órás Fresh Wear alapozója, ami egy ilyen nagyon természetes, hatású, de tartós, közepesen fedő alapozó. Szerintem ennek nagyobb a fedése, de egy nagyon picit talán maszkosabb is, mint ez az Infallible. Egyetlen egy dolgot nem szeretem ebben, hogy ebből eddig kettőt szereztem be, a vanilla árnyalatot és a nem tudom, hanyas bézs, valamilyen bézs árnyalatot, és mind a kettő elég sárgás, szóval ezeket leginkább bekeverve használtam. Akkor év közepe felé kezdtem el használni a Maybelline-nek a Superstay 24 órás Full Coverage alapozóját, amit szintén szerettem, de csak esti programhoz használni, mert ez egy nagyon erős fedésű, masszív, sűrű állagú alapozó. Éppen ezért esti fényekben szerintem ilyen nagyon szép púderes, matt, de nem ez az extra matt, ilyen bababőrt lehet vele elérni, de napközbenre, tehát nappali fénnyel nekem nagyon maszkos volt. Tehát napközbenre csak úgy használtam, hogy bekeverve, esti programhoz pedig önmagában nagyon szerettem, de azt mondanám, hogy érettebb bőrre ott csak is este. Tehát napközben ne használjátok ezt, de ettől függetlenül tök jó alapozó, tartós és nem túl drága. Akkor nagy kedvencem a Fenty Beauty-nak a Pro Filter, nem tudom milyen, Soft Matte Longwear Foundation alapozója. Ebben nekem egy nagyon világos árnyalat van meg, a 150-es, és ezt önmagában ritkán használtam, mert azt tettem észre, főleg így évvége fele, hogy nekem nagyon hát nem is szárít, de kiemeli a száraz részeket, és még nedves alapozó szivacsal sem tudtam nagyon szépen felvinni. Tehát úgyis azt éreztem, hogy mivel nagyon gyorsan szárad, és nagyon matra szárad, mondjuk egyébként egy elég erős fedésű, nagyon tartós alapozó, ezért én nem tudtam szépen eldolgozni, és foltosnak éreztem sokszor. Úgyhogy elkezdtem úgy használni, hogy bekevertem a Rimmelnek a Lasting Finish Breathable 25 óráig tartó alapozójában, ezt is évvége fele fedeztem fel, és azt annyira megszerettem ezt az alapozót, hogy például most is ez van rajtam, egy NYX-es puderrel. Ez is egy tartós alapozó, de nem matt, hanem ilyen, hát ilyen szatén fényű, picit krémesebb, likvidebb, tehát ilyen folyósabb állagú alapozó, és nekem a 200-as soft beige árnyalatban van meg, közepes fedése van egyébként, de nagyon kényelmes viselni, tehát egyáltalán nem érzed, mikor felkened, és mondom, ilyen közepesen matra szárad. Én ezt ezzel bekeverve nagyon szerettem, mikor olyan a színem, de igazából ezt bármivel bekeverve nagyon szeretem, hogyha valami túlságosan maszkos, vagy túlságosan nehéz jellegű alapozó. Úgyhogy ezek voltak, azt hiszem, azok az alapozók, amiket a legtöbbet használtam. Érdekes módon például a Estée Lauder Double Wear alapozómat azt kevés alkalommal vettem elő, vagy régen nagy kedvencem volt ez a
matt alapozó, a L'Oréal-tól, és ezt is nagyon keveset használtam 2019-ben. Hát változik az ember ízlése, változik a bőre, úgyhogy most ezek voltak a kedvencek. Menjünk tovább, alapozó korrektor. Korrektorok között nagy felfedezettem volt a tavalyi évben a Morphe-nak ez a valamilyen magas fedésű korrektorja. Nem tudom, hogy mi a neve, és most nem is látom, de Morphe valamilyen coverage talán korrektor. És közben azt hiszem, hogy Nimrod felébredt, úgyhogy gyorsan be kell fejeznem ezt a videót. És ráadásul ez a szín, ami nekem megvan, ami a C1.65-ös szín, ez pont az a szín, amit, hogyha egy picit le vagyok barnulva, akkor is jól tudom használni. Hát nem tudom, hogy mennyit láttok belőle. De hogyha elég fehér vagyok, akkor sem túl sötét. Úgyhogy ez nekem egy nagyon jó választás volt, és talán ezt használtam az év második felében a legtöbbször. Nálam örökbefutó a Maybelline-nek a Fit Me korrektorja. Ez a kettő egyébként nagyon hasonló. Ilyen krémes, magas fedésű korrektor. És hát nyilván mindig-mindig visszatérek, és van belőle nekem három különböző szín a Catrice Liquid Camouflage korrektorjaihoz, ami, hogyha nagyon gyorsan kellett korrektor, és nem volt nekem itthon, akkor ezt tudtam a legkönnyebben beszerezni drogériában, ugye megtaláljátok bármelyikben, és nagyon olcsó. De az előző kettőt azt jobban szeretem. Akkor szeretnék mutatni egy terméket, ami már nagyon régóta megvan, de a tavalyi évben kezdtem el aktívabban használni, és ez a Maybelline-nek a Master Contour stickje, és ebből én ezt mutattam nektek már korábban, én a fehér részt azt kiszedtem, vagy a világos részt, nem fehér, a világos kontúr részt, és csak ezt a sötétebbet használom, és csak az orromat szoktam vele kontúrozni, mert nekem egy picit szélesít ez a része, illetve most már picit hosszúkás is az orrom, úgyhogy ez nálam nagyon nagy kedvenc lett az év második felében, és más krémes kontúrt nem használtam, úgyhogy megyek is tovább. Akkor legyen szemhéjpúder. Szemhéjpúdernek nekem még a tavalyi évben is tartotta így a dobogós helyét a Maybelline-nek a The Nudes palettája hétköznapi használatra, mivel nekem kék a szemem, ezért főként barnás színeket használok a szememre. Mondjuk, ha zöld lenne, akkor lilásokat használnék, ha meg barna lenne, akkor meg ugye bármilyen színt használhat. Szóval a barna szeműeknek ez előny, hogy nekik mindenféle szemhéjpúder szín jól áll, vagy legalábbis több, mint szerintem a kék szeműeknek. Na minden esetre én ezt nagyon sokat használtam, úgyhogy ez még mindig dobogós. Ami nagy felfedezettem a tavalyi évben, és az az érdekes, hogy én ezt nem vásároltam, hanem ajándékba kaptam egy Pink Pandás rendelésemnél, az a Makeup Revolution-nek a Reloaded Neutrals 2 palettája, ami főleg ilyen májvás, barackos, narancsos árnyalatokat tartalmaz, és a kék szememhez ezek a színek is nagyon passzolnak, és ezt is nagyon szerettem. Főleg ilyen transition, tehát ilyen átmenet színeket használtam ebből, és ha mélyíteni akartam, akkor meg ehhez a palettához nyúltam. Nagyon nagy kedvencem, mondjuk ez kevésbé könnyen beszerezhető, ezt ajándéka kaptam Gergőtől, a Diornak ez a pici palettája, és ebből két színt használtam nagyon sokat, a sötétbarnát és ezt a aranycsillámos szín, mert gyönyörű ez az aranycsillámos szín, de ezt csak meg akartam nektek mutatni, hogy ez is nagy kedvencem volt. És hát ugye vannak nekem ilyen high-end palettáim, például van a Huda Beauty Desert Dusk paletta, amit direkt nem is vettem elő, mert ezt nagyon ritkán használom, vagy amit nemrég szereztem be, a Morphe James Charles Artistry palett, ami ekkora paletta, hogyha sminkelni megyek, akkor általában azt szoktam vinni, de hétköznapokon nem szedem elő, mert ugye ez egy ekkora paletta. Kinyitni, tárolni, eleve egy kevés hely van, szóval azt most direkt nem sorolnám ide a kedvencek közé, de nagyon szeretem, szóval nincs vele semmi probléma, csak ezek voltak azok, amiket a legtöbbet használom. Akkor szem alá. Ugye a korrektorról beszéltem, hogy én a szemem alatt a korrektort mindig szoktam fixálni. Van nekem több szem alá való púder, szem alá való, például van, ha megtalálom és meg tudom nektek mutatni, de lehet, hogy nem. Megvan. Van például a Beccának ez az Under Eye Brightening Setting Powder, ami egy tök jó porpúder, ilyen nagyon világos, de nem ez volt a kedvencem, hanem bármit próbálok, mindig visszatérek a Rimmelnek a mi ez? Stay Matte púderéhez, és abból a transzparens árnyalat.
Ez az, amit a legtöbbet használtam. Ez volt a nagy kedvencem, nyilván ezt is szeretem, de ugye ez porpuder, de kicsit nehezebb vele dolgozni. Ez a kettő, ami nekem nagyon bevált. Akkor a legtöbbet ilyen bronzosításra, pirosításra ezt a Kiko palettát használtam. Ez a Kiko Milano Smart Essential Face Palette, és abból nekem a 02-es árnyalat van, meg nem tudom mennyire látjátok. Ez tartalmaz egy kis tükröt, bár ezt speciál soha nem használom, de ugye tartalmaz bronzert, világosabb bronzert, egy ilyen aranyfényű highlightert és három színű pirosítót. Ezt a két pirosítót én sokat használtam, főleg ezt, ez volt nagy kedvenc, és a bronzeréket, tehát ezeket a meleg barna árnyalatokat is nagyon sokat használtam, ez volt a kedvencem. De amit még szintén szeretek, bár az inkább hidegebb árnyalatú, és nagyon nagy kedvencem volt 2019-ben, az a Lovely Golden Glow bronzere, ebből a light beige árnyalat, az orromat mindig ezzel szoktam ugye konturozni, hogyha porállagú préselt pudert használok, most is használtam egyébként, ez nekem a tökéletes hideg barna árnyalat, ennek van egy sötétebb változata is, nekem megvan mind a kettő, ezeket nagyon szeretem, van amikor simán konturozáshoz, tehát nem csak az orromra, hanem az arcom konturozásához is ezt használtam. Pirosítónak még, amit megmutatnék, bár nem használtam olyan sokat, ha megtalálom, itt van, a Maybellinnek van ez a Face Studio pirosítója, abból nekem a 20-as brown árnyalat az, ami megvan, egyébként most is ez van az arcomon, illetve még viszonylagosan sokszor elővettem, mondjuk a túlzás, hogy viszonylagosan sokszor, de néha, az Essence-nek a Silky Touch Blush Baby Doll árnyalatban, ez szintén az a szín, amit én szeretek, de legtöbbet a Kiko palettát használtam. Highlighter. Highlighterként legtöbbször a Trendy Tap Natural Radiant Highlighterét vettem elő, most is ez van az arcomon, nem tudom mennyit látok belőle. Mindig visszatérek a Lovely Gold highlighteréhez, ha pedig high-end, akkor nagy kedvenc volt a Becca-nak a Shimmering Skin Perfector highlightere, abból a Moonstone van nekem, amit a Nimrod többször eltört, most is ilyen állapotban van, ezért is nem tudom használni, majd valószínűleg megint meg kell alkoholoznom és préselnem, hogy tudjam használni, de az is lehet, hogy ez most már tényleg kuka. Oké, szemöldök. Szemöldökre, ha volt időm, ami egyébként ritkán fordult elő, akkor nagyon szerettem a NYX-nek a Tame and Frame szemöldök pomádéját, és régen nem kapható volt, most nem tudom, hogy kapható-e már ez a túlsecset az Essence-től, ezzel vittem fel. Akkor nagyon szerettem a tavalyi évben a Trendy Tap-nak ezt a szemöldök ceruzáját. Most ebből nekem egy elég sötét árnyalat van, meg a 040-es, ezt kevesebbet használom, de ami ebből világosabb, barna, abból nekem két árnyalat is meg volt, azokat mind a kettőt sokat használtam. Viszonylag új felfedezett a Rimmelnek a Bro Pro Micro Pen tolja, tehát ez egy ilyen szemöldök filc igazából, ami nekem a 003-as Soft Brown árnyalatban van meg. Azért szeretem ezt a filcet, mert ezzel tudom a legtermészetesebben, hát ott van, megrajzolni a szemöldökömet. És amit még szintén sokszor használtam az utóbbi időben, szintén új felfedezett, az a River de Loup Young-nak az Eyebrow Stylist szemöldök formázó zseléje, ami egy ilyen kefés cucc. Ebből egy viszonylag sötét barna árnyalat van nekem meg, és most például csak ezt használtam a szemöldökömre. Más terméket nem. Ez nagyon szépen tisztában tartja a szemöldököm szálai. Szemhétus, szempiroskirál. Szemhétusnak nagy kedvencem a filces tús, és azon belül a River de Loup Young Eyeliner Pen is, én abból a vízálló változatot használom, ebből itt most van kettő, ez volt az, amit a legtöbbet használtam, illetve volt egy Catrice-es is, ez a Catrice It's Easy Tattoo Liner, de a River de Loup-ot jobban szeretem. Szempillaspirál, Lovely Curling Pump Up szempillaspirál, abból nagyon sokat használtam ezt az eredetit, és most az utóbbi időben, amikor megjelent, megvásároltam ezt a nagyon sötétet, és most ezt használom, ezt is nagyon szeretem, mind a kettőt.
rózs és ajakkontúr ceruza. Nagy felfedezettem volt tavaly a She Style Zone ajakkontúr ceruzái. Nem tudom, hogy van ebből több fajta. Ez a valami extra lang, annyit látok, és lip liner. És nekem a 002-es volt az, amit nagyon sokat használtam, illetve az Essence-nek a kontúrszeruzái, abból nekem nagyon sok van meg. Például, amit most használtam, ez a Soft Contouring 15-ös árnyalatban. Rúzsból, amit a legtöbbször vettem elő, az a Maybelline-nek a 620-as árnyalatú Pink Brown nevet viselő Color Sensational rúzsa. Ez egy ilyen nude barnás rózsaszín árnyalat, és nagyon szerettem a NYX-nek a Suede matt rúzsát, abból a Cannes árnyalatot, az van most az ajkaimon, az van itt középen. És ami még nagy kedvencem volt a tavalyi évben, ezek a Trendy Talk Ultra Matt rúzsok. Ez például a 483-as árnyalat. Azt hiszem, ez három az, amit megmutatnék nektek. Jó, és akkor a legeslegvégére szájfény nem emelek ki, mert nem szeretem a szájfényeket, és a legeslegvégére akkor még két púder. Ugye egyet már említettem, ez a Rimmel Stay Matte púder, ami nagy kedvencem, és a másik kettő, amiket használtam tavaly, az a Maybelline Fit Me és a NYX-nek a No Filter púdere, mind a kettő préselt púder, most ez van az arcomon egyébként, és mind a kettőt nagyon szerettem a tavalyi évben. Még órákat tudnék mesélni és beszélni nektek a különböző dekorkozmetikai termékekről, de sajnos be kell fejeznem, mert mennem kell Sofiért a bölcsibe, mert 4 óra. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, ha igen, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és hamarosan ismét jelentkezem. Sziasztok!